Köszöntöm a nézőket. Szeptember végén, október elején előválasztást tart az ellenzék. A DK kormányfő jelöltje Dobrev Klára, aki országjárása kapcsán itt Székesfehérváron jár. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást. Hát országjárásra indult most már másodszorra, hogyha jól tudom, júniusban. Hány helyszínt fognak bejárni, vagy fog bejárni? Hát összesen szeretnék eljutni minden egyes választó körzetbe, ugye ez több mint 100 helyszínt jelent, de nem csak nagyvárosokba, hanem szeretnék kisvárosokba is eljutni, falvakba is eljutni. A legfontosabb, hogy minél többet találkozni emberekkel, és minél többet beszélgetni. Most közvetlenül fehérvári látogatás előtt Érdről érkezett, most már akkor ezen a napon két élménye is van. Milyen tapasztalatok vannak a mai napon? Hát nagyon sokan jöttek el. Egyszerűen érzem azt a pezsgést, ha úgy tetszik, akkor politikai pezsgést, hogy minél többen és többen jönnek el a fórumokra, és érzik azt az erőt, hogy jövő áprilisban meg tudjuk buktatni Orbán Viktor rendszerét. Nagyon sok elégedetlen ember van, nagyon sok szomorú ember van, és erőt is kell beléjük önteni, és hitet, hogy ezt az országot lehet másképp is vezetni, és ez lehet egy sokkal jobb, nyugodtabb ország. És azt látom, ahogy nyílik ki az emberek szeme, és telnek meg ők is egyben reménységgel. Ez nekem nagyon sok erőt ad. Ugye egy-egy ilyen utcafórum azért hát körülbelül egy óra vagy másfél óra. Mi mindenre van lehetőség ebben a, hát nem annyira nagy időintervallumban? Én mindenkinek el is mondom, hogy persze egy politikai gyűlésen a kötelező rész az az, hogy az ember mond egy beszédet a színpadon. De ezt igyekszem nagyon rövidre fogni, mert elsősorban nem ezért vagyok itt, hanem azért, hogy utána lejövök a színpadról, és ott mondjuk most az Alba Pláza előtt, de bárhol járok, akár Miskolc-Beged, ott maradok, és kezdjünk el beszélgetni. És nagyon sokfajta problémával keresnek meg. Nagyon sok javaslatuk van, vagy ötletük van arra, hogy hogyan kellene a nyugdíjemelést igazságosabbá tenni, mit kellene tenni az oktatásban. Van, aki a rendőrségnél volt, és most szerelt le, és azokat a tapasztalatait osztotta meg velem. Nagyon sokat tanulok. És szerintem a legfontosabb dolog, hogy egy ember politikusnak áll, akkor ne csak kampányban találkozzon az emberekkel, hanem a legfontosabb, hogy kormányzási ideje alatt is. Én azt mondtam itt mindenkinek, hogy ígérem, hogy miniszterelnökként is visszajövök, és ugyanígy fogok beszélgetni az emberekkel, mert másképp nem lehet jól kormányozni. Ezt akartam is kérdezni, hogy milyen üzenettel érkezett ide Székesfehérvárra hozzánk? Ez az egyik üzenete az volt. Azért nagyon fontos, mert abban a pillanatban, ahogy a kormányzás elszakad az emberek hétköznapi problémáitól, úgy tudnak olyan döntések születni, amelyeknek köze nincs ahhoz, hogy milyenek a valós problémák ma Magyarországon. Én azt látom, hogy mondjuk Orbán Viktor talán nem találkozott még soha életében olyan nyugdíjassal, akinek 28.500 forint van a nyugdíj szelvényén. Én nagyon sok ilyennel találkoztam, éppen Egerben legutóbb, aki végig dolgozott egy életet, 65 fölött lehet már, ilyen 67-68 éves, és kétségbe esettem, mondta nekem, hogy tudja, hogy őt a temetőbe fogják vinni a munkahelyéről, mert hogy 43 ezer forint a rezsie és 28.500 forint a nyugdíja, és a minimál nyugdíjat nem emelték 10 éve. De találkozni azzal a rokkant nyugdíjassal, akit egyik percről a másikra fosztottak meg a bevételének, a jövedelmének a jelentős részét, miközben ő nem lett egészségesebb, sőt. De találkoztam mozgássérülttel, aki egyszerűen kétségbe van esve, mert itt Székesfehérváron alig tud tömegközlekedni, szinte nem is, és nagyon sok helyre nem jut el, miközben nagyon sok pénzt ad az Európai Unió, például akadálymentesítésre. Ezek most csak az elmúlt egy-két napnak az élményei, és valószínűleg az adásidőből is kifutnánk, hogyha mindent el tudnék magának mondani. Nagyon sok tapasztalat, és megerősít abban, hogy az a politika, amit képviselek, aminek arról kell szólnia, hogy az emberek tudjanak jobban élni Magyarországgal, és könnyebb legyen az életük, az az egyetlen helyes irány. Ugye el is mondtam nagyjából, hogy miért fontos az országjárás. Ugye most én 22-ről tudok, hogy most akkor júniusig annyit szeretne bejárni, annyi helyszínt. Egyébként mennyit tervez egészen az előválasztásig? Hát az előválasztásig szeretném mind a 106-ot, az persze júniusig sokkal többet és még többet, és arra is biztattam az összes politikus kollégámat, hogy minél többet menjünk. És van ennek még egy oka, az én, ha úgy tetszik, politikusi krédomon túlmenően, hogy miután az ellenzéket nagyban megfosztották attól a lehetőségétől, hogy közvetlenül tudjon üzenetet küldeni a választóknak, hogy bemutassa a programját. Engem a közszolgálati tévében nem szoktak meghívni péntek reggelente, pedig nagyon sok mindent el tudnék mondani arról, hogy hogyan képzelem el Magyarország jövőjét, de a többi ellenzéki pártvezetőt sem a köztévébe. Ezért
minél többet kell találkoznunk közvetlenül. És arra is kértem azokat, akik például eljöttek sok százan most Székesfehérvárra, hogy segítsenek nekünk abban, hogy maga a program, maga az, hogy mit tervezünk, hogy milyen Magyarországot képzelünk el, az minél többekhez eljusson. Ha úgy tetszik, akkor ilyen emberről emberre próbálunk kampányolni. És hogyha a tervezést nézzük, akkor az hogyan tervezik meg, hogy mi legyen a következő állomás? Mert Fehérvár azért viszonylag hamar érkezett ezek az állomások között. És biztos vagyok benne, hogy még jövök is vissza Fehérvárra, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyszer voltam valahol, és soha többé nem jövök, sőt, biztos, hogy többet is leszek. Nagyon sok egyeztetést igényel, mert egyrészt az egyéni képviselőjelöltek is elmondják az igényüket, hogy milyen programot szeretnének, kivel kellene találkozni, merre kellene menni, és így próbálja összerakni a csapat azt, hogy merre indulunk el, és mit csinálunk éppen aznap. Miért fontos ön szerint az előválasztás? Ugye december végén döntöttek arról, hogy akkor legyen egy ilyen, hogy előválasztás. Három dolgot is kell, hogy mondjak magának akkor, hogy ez miért fontos. Az egyik, hogy 2010 óta, mint hogyha ez az ország elfelejtett volna beszélgetni a politikáról, vitatkozni, mint hogyha azt hinnénk, hogy a vita az valami rossz dolog, vagy a politika egy rossz dolog, pedig a politikának arról kell szólnia, ami az emberek hétköznapi életét meghatározza. A politika az egészségügyről szól, az oktatásról, a nyugdíjról, a családi pótlékról, a színházakról szól, a tévéről szól, erről, amit így közösen szervezünk. Ehhez képest a politikát azt az elmúlt 10 évben egy ilyen igazi szitokszóvá változtatta a Fidesz, mert semmi másra nem használja, csak sárdobálásra, állandóan a múltban tekinget, hogy mi volt 2, 3, 5, 10, 30, 40 vagy 100 évvel ezelőtt, ahelyett, hogy egyébként arról beszélne, hogy minek kell történni a következő 1, 2, 5, 10 évben. Ezért az ellenzéki előválasztására egy nagyon jó alkalom, hogy az ellenzéki pártok meg tudják mutatni, hogy egy demokratikus Magyarországon hogy néz ki a politikai vita. 2. Hát a Fidesz belekényszerített minket egy antidemokratikus választási törvénybe, ugye ezt csak egy párt fogadta el, ami már önmagában is skandalum, és ennek a törvénynek az alapján csak úgy lehet a Fidesz rendszerét legyőzni, hogyha az ellenzéki pártok azok már a választások előtt koalíciót kötnek. Ugye rendes demokratikus országban elindulnak a választásokon, és mondjuk a második fordulóban, hiszen emlékszünk, hogyan volt ez még 2010 előtt, a második forduló előtt lehetett mondjuk adott esetben kisebb vagy nagyobb koalíciót kötni. Ezt most kénytelenek vagyunk megtenni az első forduló előtt. Fájdalmas, és kicsit talán túl sokáig, túl sok évet is elhúz, vagy túl sok évig tartott, amíg az ellenzéki pártok rájöttek, hogy mi a megoldás, a technikai megoldás Orbán Viktor legyőzéséhez, de végül is rájöttünk kemény pofonok után, hogy az összefogás az egyetlen útja, és az ellenzéki előválasztás éppen ennek a technikai lebonyolítása. És van egy harmadik is, hogy én arra számítok, hogy az ellenzéki előválasztás után 106 olyan egyéni jelölt fog kiállni erre a politikai versenyre, akiket az emberek választottak meg, akik már túl vannak egy megmérettetésen, akik megmutatták, hogy milyen Magyarországot akarnak, hogy miben hisznek, hogy milyen emberek ők maguk, és a választópolgároknak egy része bizalmat szavazott nekik. Fantasztikus és felemelő élmény lesz miniszterelnök jelöltként is, és egyéni jelöltként is ott állni az emberek által választott jelöltként, az Orbán Viktor által valahol felcsúton kiválogatott és rámutatott fideszes jelöltekkel szemben. Azt hiszem, hogy ez önmagában is fog adni egy nagy lendületet a kampánynak. Nagyjából elmondta, de hogy azért, hogy összefoglalni, hogy miért is lehet jó a koalíciós kormányzás? Hát azért az elmúlt 10 év után olyan megrögzött híve vagyok a koalíciós kormányzásnak Magyarországon, ahogy soha nem gondoltam volna. A koalíciós kormányzás azt jelenti, hogy megértjük, hogy egy sokszínű országban élünk, és egy sokszínű országban jó döntést csak úgy lehet hozni, hogyha minden szempontot megvizsgálunk, meghallgatunk. A német szövetségi köztársaságban, Németországban vagy az Egyesült Államokban egy nagy és átfogó törvény az jó másfél-két év alatt születik meg. Mondjuk, ami az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjrendszer részleteit szabályozza. És azért, mert mindenki pontosan tudja, hogy alaposan végig kell beszélni társadalmi partnerekkel, nyugdíjszervezetekkel, orvoskamarával, orvosszakszervezettel, civilekkel, mert akkor lehet jó döntést hozni, ha már a döntés pillanatában
és ott vannak a különböző szempontok. Koalíciós kormányzás ezt automatikusan prezentálja magán a kormányülésen. Ehhez képest 10 éve úgy élünk, hogy valaki hopp, gondol egyet vasárnap délután, finom vasárnapi ebéd, egy kis délutáni szunyókálás, hopp, van egy törvényjavaslat ötletem, hétfőn benyújtja, kedden elfogadják, szerdán már ki is hirdeti. És pocsék minőségű törvényjavaslatok születnek, amit utána folyamatosan módosítgatni kell, amiről kiderül, hogy egyébként nem jól szabályoz. Könyörgöm, ezek képtelenek voltak 10 év alatt egy olyan alaptörvényt összerakni, amit ne kelljen állandóan módosítani. Olyan szégyen, hogy Magyarország alaptörvényét évente módosítgatjuk. Lassan tényleg úgy néz ki, mint egy sajtcetli. Na, akartam is kérdezni, hogy mi lenne az a három, hogy a koalíció jutna hatalomra, és mondjuk ön lenne a miniszterelnök, akkor mi ez a három, amit mindenképpen a legelején meg kellene oldani? Nekem ami a legfontosabb az, hogy az egész kormányzásnak a központját végre fordítsuk az emberek felé. Ma az ország költségvetésében messze kevesebb pénzt költünk arra, hogy az emberek jobban éljenek, helyette költünk stadionokra, templomokra, vadászati világkiállításra, kínai egyetemre, belgrádi vasútvonalra, paksi atomerőműre, mindenre, amire egyébként nincsen szüksége az országnak, miközben költhetnénk egyébként oktatásra, egészségügyre, nyugdíjakra, szociális ügyekre. Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ebben az országban végre kisebb legyen a különbség az emberek között. Olyan brutális nagy vagyonok nőttek ki az elmúlt 10 évben, mint utoljára talán a feudalizmusban volt Magyarországon. Miközben sok százezren élnek egyik napról a másikra, és az ő minimál nyugdíjuk vagy családi pótlékuk pedig semmit nem nőtt. Tehát az első és legfontosabb dolog, hogy ezt valamilyen módon rendbe rakjuk. Ez a nyugdíjak svájci indexálásának a bevezetése, az egyszeri 150 ezer forintos támogatási kárpótlás a nyugdíjaknak az elmúlt évek elvesztegetett nyugdíjemelése miatt, a családi pótlék kétszeresére emelése egyedülállóknál vagy olyanoknál, akik fogyatékkal élő gyereket nevelnek, háromszorosára emelése, és még sorolhatnám, tehát annak érdekében, hogy azért ez egy olyan ország legyen, ami odafigyel egymásra. A második legfontosabb, mert nem lesz béke és nyugalom, ha nincs igazságosság. Az elmúlt 10 évben Magyarországon nem egyszerűen korrupció volt, nem egyszerűen elloptak egy-két közbeszerzést, hanem szinte a törvényhozást ellopták. Azért alkottak meg jogszabályokat, hogy bizonyos Fidesz közeli, Orbán közeli, vagy Orbán családjához közeli oligarchák gazdagodjanak. Egészen döbbenetes, hogy mondjuk a Fertőtóhoz, a Balatonhoz, a Velencei tóhoz nem lehet úgy oda menni ma már egyszerű magyar állampolgárként, hogy az embernek ne kelljen valamelyik Fidesz közeli oligarcha zsebébe dugdosni a sok ezer forintot a strandon. Olyan vagyonokat vettek el a magyar állampolgároktól, az egyetemi vagyon kiszervezésétől kezdve a Tokaj hegy alján át, és még folytathatnám, amelyeket egész egyszerűen nem hagyhatunk így. És még valami nagyon fontos. Ha azt látják a magyarok, hogy az, aki lopott, az, aki bűncselekményt követett el, az nem kapja meg a méltó büntetését, akkor itt nem lesz béke ebben az országban. Márpedig nagyon sokan bizonyítottan. Ott vannak a dokumentumok, mondjuk például az Olafnál, az Európai Csalás Elleni Hivatalnál, például Orbán Viktor veje elleni ügyekben. Ezeket mind fel kell göngyölíteni. Az új kormánynak korrupciós vészhelyzetet kell hirdetnie. Azonnal be kell lépni az Európai Ügyészségbe, és meg kell akadályozni, hogy ezeket a vagyonokat Magyarországról kimentsék, és vissza kell szerezni ezeket a vagyonokat. És a harmadik része, hogy vissza kell állítani Magyarország nemzetközi tekintélyét. A rendszerváltáskor, de még az Európai Uniós csatlakozásunkról is irigykedve tekintettek ránk. Mi voltunk a magyarok, ugye, akik úgy egész közép-kelet-európában, de jó nektek, ti magyarok vagytok, olyan büszkeséggel töltött el az embert. És most mi lettünk Európa fekete bárányai? Nincsen olyan kormányfő vagy államfő, aki szívesen fotózkodna vagy találkozna Magyarország miniszterelnökével. Egyébként micsoda szégyen ez. Én a nemzetközi kapcsolatokban is azt látom, hogy nagyon sok olyan együttműködés van, akár katonai, akár biztonságpolitikai, akár titkosszolgálati együttműködés, ahol inkább csöndbe maradnak.
hogyha a magyar államigazgatás valamelyik tagja beteszi a lábát, mert nem bíznak meg a magyar kormányba. Az, hogy a nemzetközi tekintélyünket visszaszerezzük, ez egy nagyon fontos feladat a következő országnak, kormánynak, mert hogy akkor tudjuk érvényesíteni a mi érdekeinket. Akkor tudunk olyan szabályokat elérni környezetvédelemben, multiadóban, kül- és biztonságpolitikában, ami nekünk magyar embereknek segít. Ugye ön az egyik jelölt az ötből, akik ugye az ellenzéknél vannak miniszterelnök jelöltként. Milyen tulajdonságokkal kell ön szerint rendelkeznie annak, aki a kormányfője lesz majd Magyarországnak? Azt tudom mondani önnek egyébként, hogy szerintem mi egy egészen jó csapat vagyunk, és az ellenzéki oldalon lévő mindannyian tudjuk, hogy koalícióban fogunk kormányozni, és nagyon fontos, hogy ezt a fajta szövetséget, ezt a fajta egymás iránti bizalmat, ezt végig a kampányban, ne csak, hogy megőrizzük, hanem erősítsük. Szerintem egy jó miniszterelnöknek, különösen az Orbán kormány után kell rendelkeznie kompetenciával. A magyar államigazgatás drámai állapotban van. A vírus járvány, tehát a járvány az maga, mint egy reflektor megmutatta, hogy az egészségügy milyen állapotban van. De higgyék el, semmivel nincs jobb állapotban az oktatás, a műemlékvédelem, a környezetvédelem és az igazgatásnak bármelyik részéhez hozzányúlunk. Ennek egy nagyon egyszerű oka van, vagy a legfőbb oka, hogy ez az ész és értelem nélküli központosítás, amit Orbán az elmúlt időszakban keresztül vert, az azt eredményezte, hogy megszűnt a döntési lehetőség. Ilyen közép vagy alsó szinten nem mernek dönteni az emberek. Tolják fölfelé a döntéseket, tolják el a felelősséget, mert attól félnek, hogy véletlenül kikapnak. Micsoda dolog az, hogy egy iskola igazgatónak elvették a döntési lehetőségét, egyrészt odaadtam volna nekik már a járvány alatt, mert ők tudják leginkább, hogy hogyan lehet az osztályokat csoportosítani, mikor kell bezárni, mikor lehet kinyitni, de egy krétát nem vehet. Egy kórházigazgató nem nyilatkozhat a sajtónak, és akkor még mennék tovább. Kell az a fajta tudás és kompetencia, hogy hogyan működik az államigazgatás, mert szinte nulláról kell felépíteni. A második tulajdonság, ami talán legalább ennyire fontos, hogy keménynek kell lenni. A NER rendszerének a szétrombolása az nem lesz konfliktusmentes. És vannak pillanatok, amikor nem lehet kedves mosollyal vagy jó szándékú kompromisszummal elérni azt, hogy az új kormány kormányozhasson is, ne csak megnyerje a választást, hanem kormányozhasson is, hogy tudja érvényesíteni a választók akaratát. És bizony meg kell majd hozni egy-két olyan döntést, aminél nem szabad, hogy az embernek megremegjen a térde. És a harmadik, az talán azzal függ össze, hogy nagy segítségünkre lesz, hogyha egy kiterjedt kapcsolatrendszere van a miniszterelnöknek, és az új kormány szempontjából az egy nagy segítség, hogyha az a fajta érdekérvényesítés, amire szükségünk van, például az Európai Unión belül, az az első pillanattól kezdve rendelkezésre áll. Ugye ön nőként van a négy férfi között jelöltként. Ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ez pozitív lehet-e? Tehát, hogy ez adhat egy pozitívumot ahhoz, hogy ön nő? Tehát, hogy én még nem volt, hogy női miniszterelnök lett volna Magyarországon. Én nagyon remélem, hogy ad. És igen, feladatomnak is érzem, hogy nőtársaimat, ennek az országnak a felét egyébként egy kicsit fel is rázzam. Szerintem éppen itt az ideje. Az összes környező országban, de tényleg, tehát hogy most ne is menjünk el a Skandináv országba vagy Nyugat-Európába, hanem Szlovákiában, Romániában, Horvátországban, Szerbiában, mindenhol volt már női első számú vezető, és higgyék el, hogy szerintem mi magyar nők azok legalább olyan jók vagyunk. Nem vagyunk jobbak, nem vagyunk szebbek, nem vagyunk okosabbak, mint a magyar férfiak, csak pont olyan jók, pont olyan szépek, és pont olyan okosak. Úgyhogy itt az idő, hogy több nő legyen a magyar politikában is. Akkor nem lehet nehezebb egy női kormányfőnek a dolgait Magyarországon? Nagyon érdekes az ország, mert az ország egyszerre vágyik arra, hogy valaki együttérző legyen, empatikus, de ugyanakkor erős és határozott. És ezek szokták mondani, hogy van, ami nőies tulajdonság, van, ami férfias tulajdonság, szerintem pedig nőkben és férfiakban is mind a kettő meg lehet. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nem. És akkor egy kicsit a riválisokról is kérdezném, hogy mit gondol róluk? Én nekem a legfontosabb feladatom, és ebben mindannyian
megegyeztünk, egymás szemébe néztünk és kezet fogtunk, hogy mi rosszat egymásról egyáltalán nem fogunk mondani. Meg nem is erről szól a mostani előválasztás, ez a politikai verseny. Arról, hogy én miért gondolom magamat kompetensnek, az teljesen rendben van. De hogy a versenytársaimra bármi kritikát mondanék, az egyáltalán nem szeretnék. Már csak azért sem, mert nem is nagyon tudnék, mert épp ezt mondta magának, hogy jó csapat vagyunk, ha úgy tetszik, akkor néha kiegészítjük egymást. Ugye egy kicsit beszéljünk arról is, hogy akkor ez az előválasztási rendszer ez milyen lesz. Ugye szeptember végén van néhány nap, egy hét, ugye, amíg így lehet szavazni, hogyan lehet szavazni. És hogyha jól tudom, akkor a miniszterelnök jelöltekre lesz egy októberi első hét, amikor lesz egy második forduló. Igen, szeptember elején egyébként majd fognak tájékoztatást is kapni a választópolgárok, hogy személyesen nagyon sok különböző helyszínen lehet majd szavazni lakcímkártyával, személyigazolványal, de lehet majd online is szavazni. Ennek is a részleteiről egyébként be fogunk számolni, és el fogjuk magyarázni, hogy hogyan kell online szavazni. Igyekeztünk azért biztonságossá tenni a rendszert, mert az ördög nem alszik. Úgyhogy sokakban felmerült az a kérdés, hogy nem fogják-e véletlenül ezt az előválasztást meghekkelni. Az online szavazásnál is kellően megnyugtató a rendszer, hogy nem lehet benne bármiféle családmódon beavatkozni. Úgyhogy ez lesz az első forduló, és a legtöbb szavazatot nyert egyéni képviselő fog indulni ezek után az országgyűlési választásokon jövő áprilisban. És meg is van a megállapodás, hogy az összes többi párt emberével, aktivistájával, lehetőségével, erőforrásával pedig beáll a jelölt mögé. A miniszterelnök jelölti fordulóban pedig, akik a legtöbb szavazatot kapták, tehát hárman, az ötből hárman, pedig tovább mennek egy második fordulóba, és ez a második forduló október közepén fogja meg majd kiadni, hogy ki a miniszterelnök jelölt. És hát azt elmondta nagyjából, hogy ilyen nagy együttműködés van, akkor itt megállapodások azért születnek, hogyha jól tudom. Igen, hát egyik ellenzéki párt sem akar mind a 106 körzetben jelöltet állítani. Van, aki itt erős, van, aki ott erős, meg hát erőforrása sincsen minden pártnak. Ráadásul oda is kell figyelnünk, hogy azok a pártok, akik kisebbek, azoknak is legyen lehetősége jelöltállításra, legyen lehetősége megtalálni a számítását ebben a választókörzetben, úgyhogy vannak olyan választókörzetek, ahol például a DK más pártok jelöltjét támogatja, legyen az MSZP, Jobbik, Momentum, LMP, vagy a Mindenki Magyarországa mozgalomét, és vannak olyan körzetek, ahol pedig más pártok támogatják a mi jelöltünket. Ugye itt Székesfehérváron is a DK-nak a jelöltje Rácznay Földi Judit, és pont ma az országjáráson hallottam, hogy a Jobbik beállt akkor mögé. Igen, igen. A Jobbik végül nem indít saját jelöltet, hanem Földi Juditot támogatja, aki egyébként egy nagyon jó jelölt. És ha már nőkről beszélünk, akkor Judit egyébként azon határozott és kemény nők közé tartozik, akire egyébként szerintem szüksége van az országnak, és a legjobb az, hogy ő egy olyan ember, aki nem az iskolapadból fog bekerülni a parlamentbe, aki már látott munkát életében. Neki ugye van egy vállalkozása itt Székesfehérváron, ezért pontosan tudja, hogy mind mentek keresztül a kis- és középvállalkozások az elmúlt évtizedben, különösen az elmúlt másfél évben a válság idején. Nagyon nagy szükség van a parlamentben olyan képviselőkre, akik egyébként orvosként, tanárként, kisvállalkozóként már látták, hogy hogyan működik ez a világ, mert úgy érzem, hogy most ez a fideszes elit nagyon eltávolodott a hétköznapi valóságtól. Juditnak azért egy kicsit újabb lesz ez a szerep, hogyha megválasztják, mert ő ugye önkormányzati képviselő volt, tehát itt a helyi viszonylatokban volt inkább otthon, most pedig akkor hát az ország gyűlésbe kerülhet. És ez a legjobb dolog, ami egyébként egy politikussal történhet, hogy vagy helyi politikából bekerülni, és akkor az országos politikában dolgozni, vagy államigazgatásból bekerülni, tehát azt látni, hogy hogyan működik az állam. És hát ami a legfontosabb tényleg, hogy olyan politikusok, akik dolgoztak életükben már a parlamenten kívül is, és hát Judit is egy ilyen politikus. Ugye három, hát az egyes körzetben, tehát ahol a Juci indul, ott ugye három jelölt van. Ön szerint ki az esélyesebb? Illetve van még egy kérdésem, hogy ugye Cserpalkovics András múlt héten jelentette be, hogy nem indul az országgyűlési választásokon. Ez milyen hatással lehet így az itteni
Hát először is Judit a legesélyesebb természetesen, de hát tőlem aztán ne is várjanak más, de ráadásul Juditot nagyon régóta ismerem, és pontosan tudom, hogy mennyire erősen dolgozik, keményen küzd, milyen közvetlen viszonya van az emberekkel, és közvetlenül tud beszélgetni. Na ő tényleg az ember, aki egyben empatikus, és egyben erős is. Hát, hogy mi van Cserpalkovics fejében, azt nem tudom, de valószínűleg nem is vagyok rá nagyon kíváncsi, de azt látom, hogy nagyon sok helyen, minthogyha nem mernének elindulni fideszes képviselők. Tehát az a hangulat, amit én is érzékelek az országjárásomon, ami a Fidesz leváltása irányába vezet, szerintem ezt érzékelik a fideszesek is. Kik állnak egyébként az ellenzék mellett ön szerint? Mit tapasztal így az országjárás során? Tudom, hogy most a második rész az most indult el, volt azért már néhány helyszínen. Igen. Mit tapasztal? Nagyon sok fajta ember volt. Ugye meséltem, hogy jöttek hozzám nyugdíjasok, rokkant nyugdíjasok is, de most nagyon sok fiatal is jött hozzám. Majdnem minden fórumon jönnek ilyen érettségi, vagy most érettségiző, vagy jövőre érettségiző fiatalok, akik nagyon aggódnak a diplomájuk miatt. Az, hogy nincsen ma Magyarországon, vagy alig van államilag finanszírozott képzés, ez mindenkinek nagyon ijesztő. Eladósodni senki sem mer, de hát vannak már Nyugat-Európában olyan egyetemek, ahol olcsóbb a képzés, mint a magyar egyetemeken. És mindenkit meg is nyugtattam, hogy az ellenzék közös minimumprogramja, ami majd honlapon is olvasható, abban benne van, hogy az első diplomája mindenkinek ingyenes kell, hogy legyen. Már csak azért is, mert az elmúlt 10 évben Magyarországon drámaian csökkent a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők száma. Olyan kevesen kapnak diplomát, mint sehol máshol Európában. Ami többek között azért is van, mert nagyon sokba kerül egy diploma megszerzése, úgyhogy ezt könnyebbé kell tenni. Nagyon sokan jön, és nagyon sokan kérdezik. Nagyon sokan jönnek vállalkozók. Az elmúlt másfél évben a kormány gyakorlatilag cserben hagyta őket. Ez a tönkre mentél? Vegyél föl hitelt. Nem tudod fizetni a dolgozóidat? Vegyél föl hitelt. Tényleg, mintha mindenre ez lenne a kormány válasza, hogy vegyél föl hitelt. Miközben hát mindenki nagyon óvatos a mai világban különösen. És főleg azért, mert ma már nagyon gyorsan kapunk információt arról, hogy mi történik Ausztriában, mi történik Németországban, Belgiumban, de tudja mit Szlovákiában. Hogy mennyi segítséget kapnak mondjuk a román vállalkozások. És azt lehet látni, hogy valami oknál fogva, itt a koronavírus járvány közepén a magyar kormány nem érezte feladatának azt, hogy a magyar vállalkozásokat megsegítse. Nagyon sokan jöttek oda hozzám, és ráadásul olyanok, akik az elmúlt 20-25 évben építették föl, ez volt az életük. Hasznos tagjai voltak annak a közösségnek, ahol dolgoztak. Éppen Tatabányán találkoztam most másodszor és azzal az asszonnyal, aki 20-25 éve, ő volt Tatabányán az, aki a jegyeket árusított színházi előadásra, Budapesten, állatkertre, koncertekre. Ő volt, ha úgy tetszik, a kicsit ez a kulturális közvetítő. Mindenki ismerte Tatabányán, iskolai csoportokat szervezett folyamatosan, minden oktatási intézménnyel kapcsolatban. És teljesen tönkrement. És amikor még találkoztam vele márciusban először, akkor még reménykedett abban, hogy hát, ha talpon tud maradni, és a szívem szakad meg érte, múlt héten találkoztam, és mondta, hogy ő valószínűleg most már örökre lehúzta a rólót, és ennek nem szabadna megtörténnie, mert ez nem csak az ő életéről szól, hanem ráadásul annak a közösségnek az életéről, és hogy nagyon sokan jönnek vállalkozásoktól. De például jöttek nagyon sokan olyanok is, akik rendőrségnél vagy katonaságnál dolgoztak, főleg a rendőrségnél, és most szereltek le. És nagyon sok mindent meséltek méltatlan munkakörülményekről és meg nem becsülésről. Tudja, nem is pusztán azt mondanám, hogy ez mindig fizetéskérdés, vagy nyugdíjkérdés, vagy rokkant nyugdíjkérdés, vagy pótlékkérdés, hanem hogy az emberek érzik-e azt, hogy az ő emberi méltóságukat tiszteletben tartják, és megőrizhetik-e, hogy nekik kuncsorogniuk kell valamilyen segítségért, vagy pedig ők azért, mert itt vannak magyar emberek, mert dolgoztak egy életen át, mert most is tisztességgel dolgoznak, ezért vagy jár nekik valamilyen megbecsülés. És ez azt hiszem, hogy méltóságról szól elsősorban. Most elég sok problémát mondott egyébként, amivel fordulnak önhöz, de az ellenzéki koalíció az hogyan tudna segíteni rajtuk? Mennyi időn belül tudna segíteni? Hát tényleg az elég sok problémát van, sorolt fel. Igen.
Ez jó, mert pont ez volt az egyik utolsó kérdés, amit föltettek nekem most az Albapláza előtt, és hogy jó, de mennyit kell várni, most megint hány évet kell várni. Erre mondtam azt, hogy van, amire nem sokat. Éppen mozzalik a költségvetési törvény vitája, ami hát egész egyszerűen, én is felszólaltam a parlamentben, át is olvastam, ki is számoltam ezt a költségvetést, egész egyszerűen felháborító. Tehát egy gazdasági válság, a vírus után egy gazdasági válság kellős közepén ilyen költségvetést beterjeszteni a parlamentbe, egész egyszerűen felháborító. Van benne minden. A Fudán Egyetemtől kezdve, a Belgrád-Budapestig, a Paksi erőműtől kezdve, a templomfelújítás itthon és határon túl, sportcsarnokok építése itthon és határon túl, vadászati világkiállítás, ilyen sportrendezvény, olyan sportrendezvény, ilyen Európa-bajnokság, olyan világbajnokság, néha olyan sportágakra, amikről nem is hallottam, csak éppen a lényeg nincs benne. Például tisztességes nyugdíjemelés nincs benne, nincs benne a családi pótlék megemelése, nincsenek benne azok az intézkedések, hogy jobb legyen az oktatás, és még sorolhatnám. Úgyhogy nagyon sok mindenre nem kell várni, mert a választási győzelmet követő első pár parlamenti ülés szak alatt lehet módosítani ezt a költségvetést, és azokat a pénzeket, amelyeket egyébként most az ablakon dobtunk ki, mármint a költségvetés szempontjából, mert sajnos attól félek, hogy az ablak alatt ott állt valaki és tartotta a markát, valaki biztos meggazdagodott belőle, de azokat a pénzeket, amelyeket ész és értelem nélkül költött volna el az Orbán kormány, azokat nagyon gyorsan át tudjuk csoportosítani, például tisztességes nyugdíjemelésre, családi pótlékra, vagy éppen az oktatásra. Akkor azt mondja, hogy belátható időn belül... Persze. És aztán persze vannak dolgok, amelyre több idő kell. Az ellenzéki pártok eltökéltek abban, hogy új alkotmány kell ennek az országnak. Viszont az alkotmánynak éppen az a lényege, hogy azt nagyon széles támogatással lehet meghozni, mert akkor stabil, akkor nem kell állandóan csipkézni. És ugye a végén népszavazással kell megerősíteni. Ez az alkotmányozási folyamat, ez biztos, hogy több időt vesz igénybe. És aztán van nagyon sok olyan dolog, az elszámoltatástól kezdve az Európai Ügyészségbe való belépésig, amire szintén nem kell várni. Azt pikpak választások után, ráadásul úgy is gondolom, hogy a választásokat követően haladéktalanul el kell kezdeni. Lassan a műsoridőnk vége fele járunk, még azért azt kérdezem, hogy merre fele megy akkor majd tovább az országjárásban, illetve hát milyen idő, hány naponta érkezik meg egy-egy városba, vagy egy-egy területre? Most egy picit még nehezebb a dolog, mert például holnap vissza kell mennem Brüsszelbe, mert még 3 hétig tart az Európai Parlament is, úgyhogy 1-2 napot Brüsszel, és akkor, amikor itthon vagyok, akkor országot járok, úgyhogy legközelebb pénteken indulok neki, de megyek mindenhova, megyek Debrecenbe, megyek Győrbe, megyek, most a Győrbe pontosabban voltam, megyek Csornára, megyek Pécsre, úgyhogy ami Békés Csabára, tehát amit el tud képzelni, mindenhova megyek, úgyhogy, és nagyon sok erővel is töltesz fel engem. Nem lehet politikát úgy csinálni, hogy az ember fantasztikus beszédeket mond, vagy frappánsan válaszol. Politikát úgy lehet tisztességgel csinálni, hogyha az ember megtanul kérdezni, és megtanul hallgatni is. Hát köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt itt a Fehérvár TV stúdiójában a Köztér című műsorunkban. További jó országjárást kívánok, és akkor hát az előválasztásig akkor még van teendő ezek szerint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a Köztér vendége Dobrev Klára volt a DK miniszterelnök jelöltje, hiszen az ellenzék előválasztást tart szeptember végén, illetve október elején. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy megtekintettek bennünket. Viszontlátásra.